Hello, sziasztok! Március eleje van, ideje vetni a korai zöldségeket. A rotakapa segítségével, mint látjátok, ezzel egy nagyon szép, szabályos 30-40 centis sorközöget lehet kialakítani, és a bakhátakat, ahova a korai zöldségféléket fogjuk vetni. Spenóttól kezdve sárgarépa, hagyma, petrezselyem, és még soron lesz a fokhagyma is. Itt a nantirépák lesznek, hogy kétszer tudjam vetni őket, majd 6. hóba is, amit majd 10. hóba fogok szüretelni, és így a bak hátra fogunk húzni egy bottal kis mélyedést, és abba fogom vetni a hagymát, és mindenfajta magot. Ez a bakhátas vetés azért lesz nagyon jó, mert jól laza lesz a föld, és a répának a gyökerek jó mélyre le tudnak hatolni, anélkül, hogy szétágaznának. Úgyhogy, ha így tehetitek, ez csak egy javaslat, ez legújabb kifejlesztésem így a rotakapával, hogy így is ki lehet használni. Kicsit egyszerűbb lesz a dolog. Nekem még annyi van, hogy szükségem lesz egy kis talajfertőtlenítőre. Most ezt vásároltam, ezt a kontaktot, mert tele van a kertem lóférgekkel, és muszáj kinyesnem őket, mert minden megrágnak, ha palántát kiültetek, azt is, úgyhogy nem sok esélyem van, és nekem ezt be kell szórnom ezzel a földet. Nyilván, ha nektek nincs, akkor nem kell alkalmazni, elég egy ilyen kis forszot is a répalégy és a hagymalégy ellen, mert most arra ne nagyon számítsatok, hogy a répa meg a hagyma, hogy egymás mellé ültetitek, ki fogja ütni az egyik légy a másikat, mert én ezt tavaly csináltam, de nem sok sikerre, úgyhogy érdemes egy kicsit úgy szétszórni. De ha nem akarjátok, persze nem muszáj. Én ezt megteszem. Ez úgy működik, hogy majd bele fog mászni ez a féreg, ráragad, és akkor kinyesi, de ennek a hatása, azt hiszem, hogy hát egy olyan 3-4 hétig tart, ha tart, hát attól függ az eső, hogy mossa szét. Szóval mire ez a répa is majd nekem teremni fog, majd 6. hóba tudom tám felszedni, hagymát meg majd augusztusban, hát ez teljesen le fog bomlani. Veszünk egy kis botot, a bakhátra húzunk egy nagyon kis sekély mélyedést, mint látjátok, nem kell mélyre. Körülbelül egy centi föld bőven elég rájuk. Petrezselyem is fényre csiráznak, tehát azért érje egy kis fény, ha meg tudjátok tenni, akár így a bakhátat egy kis homokkal is beszórhatjátok majd már, mint a magokat. De előtte nekem fel kell töltenem talajfertőtlenítővel ezt a részt, hogy megmaradjon mindenem. Nyilván. Hát itt már beszórtam, kicsit gyönyörű rózsaszín lett, és így védve leszek. Egyébként ezt így szokták máshol is ilyen gazdaságokban. Jó, ez kis kell, de nekem muszáj, mint mondtam, mert ha ezt nem teszem meg, akkor annyi. Remélem, gondolom vannak szerencsésebbek, akiknek a kertjében nincsenek ilyen férgek, csak néhány kis levéltetővel kell harcolni, de hát ezek a legkegyetlenebb. És a hagyma magukat egy kis lapátra így rátöltjük, és akkor apró kis pöckölésekkel szétszórjuk. Lehetne persze egyessével is így 5 centinként, de nekem ehhez nem volt türelmem. Úgyhogy így leesnek róla aránylag egy szabályos időközönként, így húzzuk a lapátot. Gondolom, de is így, ti is így szoktátok, nem mondok el nagy újdonságot, de aki esetleg nem tudta, egy ilyen módszer van rá. Vagy úgy szokták még, hogy homokkal összekeverik, és akkor úgy öntik ki az apró magukat, és akkor egy ilyen kis speciális lomseprűvel éppen, hogy így betakarjuk a magokat, nem kell mélyre. A répa és a petrezselyem magok azok még kisebbek, én nem kevertem be fűrészporba, illetve homokba se, vagy van, aki száraz kávézacba szokta. Én csak így fogom, és szétszórom. Hát lesz vele gond, majd ugye szét kell tűzdelni ezeket később, mikor majd nőnek, de ez volt most a leggyorsabb, az a lényeg, hogy földbe legyen, és hajtson kifele. Remélem nem raboltam sokáig az időtöket, igyekszek így gyorsan, tömören elmondani, egy kávé alatt meg tudjátok nézni ezeket a videókat, remélem segítenek, hogyha kérdésetek lenne még így a szezon közben így valamivel, írjatok, nyugodtan válaszolok, vagy esetleg készítek róla videót. Olyan sok újdonságot nem mondtam el, de akinek van rotakapája, az szerintem így használhatja a bakhát, az nagyon jót fog tenni a gyökérzöldségeknek,
mélyebbre fognak menni, és vastagabb lesz a gyökerük. Ha van rengeteg kávézatszatok, még a tetejére szórjátok el egészen nyugodtan. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek egész évadon keresztül. Jó munkát! Hello, sziasztok!